vagyok Istennek azért, hogy ennyi lehetőséget biztosít számomra, hogy megosszam gondolatai Istennek veletek, mert ezek, amikről beszéltünk és beszélni szeretnénk, nem emberi dolgok, nem emberi gondolások, hanem Isten örök ígéje, amelyre bizton építhetünk. A múlt alkalommal beszéltünk a 9. fejezetéről a profétának, és a 9. fejezetében találtunk egy olyan csodálatos imádságot, amely megtanít bennünket imádkozni. Akkor azt mondtam, hogy az imádságnak is vannak lépcsőfokai. És tanuljunk meg minden lépcsőfokra rálépni. Engedjétek ezt az egy gondolatkört, említsen meg a mai témánk közt is. Jézus Kisztus úgy tanít bennünket, és Isten ígéje arra oktat, hogy a bűnt először föl kell ismerni. Először tudnunk kell, hogy bűnösök vagyunk. Hogy el tudjuk mondani azt az imádságot, amit elmondott a vámszedő Isten, légy írgalmas nekem bűnösnek. Vagy ahogy Dániel imádkozott, hogy védkeztünk ellened. Ez az első lépcső, amire rá kell lépni, de ennyi nem elég a bűnt nem csak fölismerni kell, hanem megbánni is kell. És nem csak megbánni kell a bűnt, hanem a harmadik lépés pedig jóvá kell tenni a bűnt. Úgy, ahogy említettem, Zákeus történetében is történt példát adott rá, hogy jóvá kell és jóvá lehet tenni azt, amivel védkeztünk. Ha Isten ellen védkeztünk, vele kell ezt a problémát elbeszélgetni, ha embertestvéreinkkel védkeztünk. Őtőlük is bocsánatot kell kérni. És a negyedik lépcső, amire ráléphetünk, bizton akkor, hogy Isten azt ígérte, hogy akkor megbocsátja bűneinket. Tehát bűnismeret, bűnbánat, bűnbevallás, bűnelhagyás és bűnbocsánat. Ezek a lépések azok, amelyek. Meg akar tanítani bennünket Isten ígéje, hogy szabadulhatunk meg a bűntől is, hogy lehetünk olyanok, kedvesek Isten előtt, mint amilyen volt Dániel proféta is. A 9. fejezetben tehát erről beszéltünk. Belekapaszkodott Isten írgalmába és kegyelmébe a proféta, és Isten meghallgatta kiáltását. Mindig Isten válaszol az ember életében olyan kérdésekre, amik nagyon fontosak lelki életünk fejlődésére, gyógyítására és szabadítására. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amit Isten nem tud azonnal adni nekünk, amit kérünk. De ha bűnbocsánatért fordulunk Istenhez, biztosak lehetünk abban, hogyha őszinte szívvel tesszük ezt, hogy Isten azonnal kész megbocsájtani bűnénket, hiszen ő hív bennünket így. No, jertek törvénykezzünk, és első próféta első fejezet 18. versében. Ha bűnei te skálát fehérek lesznek mind a hó. Bizton építhetünk az Isten ígéretében. Most pedig próbáljunk átvenni a tizedik fejezetének az üzenetét, ami úgy kezdődik el, hogy nagy bajról beszél. A tizedik fejezet ugyancsak egy lántomással veszi kezdetét, és mielőtt rátérne arra, aki a látomást adja neki, és elmondaná azt, ami, amiért imádkozik Dániel, mert abban a fejezetben, a kilencedik fejezetben is találtuk azt, hogy imádkozott, és a tizedik fejezetben is találkozunk ezzel. Hadd olvassak bele tehát a tizedik fejezetében, amit úgy is adhatnám ezt a címet neki, talán ennek a fejezetnek, hogy a mennyei seregek fejedelme. A mennyei seregek fejedelme. Elleírja a Dániel profita a tizedik fejezet első versében, hogy Círus Persa királynak harmadik esztendejében egy íge jelentették Dánielnek, aki Baltazárnak nevezteték igaz az íge, és nagy bajról való. És figyel az ígére, és megírti a látomást. Azokban a napokban én Dániel bánkodtam három egész hétig. És jött a válasz Istentől, a negyedik vers szerint ez az első hónapnak 24. napján imé, én a nagy folyóvíznek, azaz a hitekkelnek, vagyis a tigrisnek a partján valék. És felemelém szememet, és látám, és ime egy férfiú van vala öltözve, és dereka ufázi aranyjal övezve és teste olyan, mint a társiskő, és orcája olyan, mint a villámlás, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábai, mint az ízó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaságnak a zúgása. Hát eddig még inkább álmakról beszéltünk, amit álmodott Nabogodon az király, és a megfejtésről, a titkos írásnak, és azután Daniel álmáról is elmélkedtünk, most pedig azt mondja, hogy egy látomása van, és találkozhatott azzal, akit a látomást közölte vele, a látomást adta neki. És ez a leírás még egy mintha Iker testvérek lennének, mondtam, hogy ez a két könyv Iker testvére jelenések könyve és a Dániel könyve. A jelenések könyve első fejezetében is találkozunk egy ilyen képpel, ahol látja János apostol Jézust járni hét aranygyertya tartó között, és leírja, hogy milyen volt a ruhája, a haja, és aranyövvel volt körülövezve, abban tér el, hogy hét csillag volt a tenyerén, se tartó között járt. És azt mondta, amit láttál és hallottál, amiért jöttem, azt írd meg a gyülekezeteknek. És én, amikor hallottam beszélni, mint egy trombitának szavát, mondja János Apostól, beszéltem vele, akkor Reám vetette az ő jobb kezét, mert én nagyon megrettentem, úgy, hogy Dániel is leírja a látomásban. És reám vetette az ő jobb kezét, és azt mondta nékem, hogy ne félj. Na de hát hiába mondom én azt valakinek, hogy ne félj, hogyha nem tudok rajta segíteni. Visszaemlékszem, amikor Brezsnyelvet temették a kommunista vezért, aki Stalin után volt a legkegyetlenebb az orosz birodalomban, ahogy egymást követték az elnökök. És akkor, amikor a temetése volt, hát természetesen a nyugati országok újságírói, nagykövetei, államfői is sokan részt vettek ezen a temetésen. És nagyon jó alkalom volt az orosz birodalomnak, hogy bemutassa az ő haderejét. És felvonultatta a temetés napján a légiflottáját, és köröztek ott a temető helység körül, az utcákon tankokat vonultatott fel, hadsereget, hogy lássák a nyugatiak is azt, hogy mennyire készen van, mennyire fejlett. Nem is ez volt az érdekes az újságírók számára, hanem az érdekes az volt, amikor leeresztették, a sírban ezt a úgymond Isten tagadó, Isten ellenes elnököt, a felesége keresztet vetett. És ezt az alkalmat megragadták a nyugati újságírók is, néhány pillanat alatt publikálva lett az egész világon, hogy a legnagyobb kommunista a bástya is összeomlott, mert a Brezsne felesége keresztet vetett. Hát miért? Felmerül a kérdés. Ott voltak a repülőgéprajok, ott voltak a tankok, ott volt a hadsereg. És ha azt mondta volna valaki, hogy ne félj, mert ugye itt vannak az erők felvonultatva. Mit jelentett volna számára? Vagy mit jelent egy haldokló számára? Mit jelentene az, hogyha az összes földi erőket felvonultatnák és azt mondanák, hogy ne félj, mert itt vagyunk is, itt vannak, kincirkálnak a gépek és a tankok is, nincs miért félni. Én azt hiszem, hogy egy haldokló számára nem jelentene semmit. De maga az a tény, mikor Jézus Krisztus, aki az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az élő pedig halott volt, így mutatkozik be Jánosnak is, én vagyok az élő, aki halott voltam, és mikor ő teszi reád az ő jobb kezét, és azt mondja, ne félj, ó, hány embernek adott békés pihenést és megnyugvást? Hányan hajtottál fejüket pihenére nyugodtan, mert érezték lelkükben visszhangozni Jézus bátorító szavát, ne félj, mert én vagyok az első, és én vagyok az utolsó, és az utolsó szó az enyém lesz. Amikor Jézus mondta, bizony eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsóban lesznek, megkaják az én hangomat, és a halál nem fog diadalmaskodni, hanem az élet diadalmaskodik a halál felett. Hát megismerkedhetünk Dániel proféta látomásán keresztül azzal, aki a, a látomást adta neki. Aki azt mondta, hogy én vagyok az első és én vagyok az utolsó, aki azt mondta a feltámadás reggelén, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Milyen jó tudni ezt, milyen bíztató számunkra, hogy Isten ma is azt mondja, hogy ne félj. Két gondolatot szeretnék kiemelni ebből a fejezetből. Az egyik gondolat, amit megosztani szeretnék veletek, ami előfordul két helyen is ebben a fejezetben. És mindenik előfordul még egyszer ebben a fejezetben. Az egyik gondolat az pedig a 11. vers. És mondanékem, Dániel, te kedves férfi, és meg a beszédeket, amelyeket én szólok, és állj a helyedre, mert hozzád küldettem. És mikor szólt velem, állék, felállék, reszketve. És mondanékem, ne félj, újból elhangzik ez a bátorítás, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre, sanyargatásra, a te Isten előtt, meghallgatott a te beszéded, és én is, én e beszédért jöttem. De Perzsának fejedelme ellenem állott 21 napig, és imé Mihály egyik az előkelő fejedelmeknek eljöve segítségemre, és én ott maradék a Perzsa királynál. Azt jelenti, az ígében azt olvastam, hogy három hétig bőtölt és imádkozott, Dániel, hogy a nagy baj, amit nagy bajnak nevezett, hogy az ne történjen meg, és Isten kérte, hogy lépjen közbe a történelemben, ennek a történelmek ebben a szakában. És arról olvastam, hogy ellene állt a Médó Perzsa Birodalom uralkodója az isteni jövendőlésnek, hiszen már beszéltünk arról, hogy meg volt jövendőlő, hogy 77-nek kell eltelnie. Azaz 70 éves fogságnak kell eltelnie Izrael felett, és azután hazamehetnek. És amikor eljött az idő, hogy haza kellett volna engedni, akkor eljutott Dániel ez a hír, hogy a körüllevő népek, akik ott voltak, laktak Jeruzsálemben a szomszéd népek, leveleket küldtek a perzsa fejedelemhez. Hogy ne engedje haza ezt a népet, mert ez egy lázadó nép is, csak baj lesz belőle. És a király nagy aggodalomban volt, hogy mit tegyen először. Úgy döntött, hogy ha őket, azután pedig azon gondolkodott, hogy visszavonja ezt a törvényt is, nem engedi őket haza, hogy újból építsi, épjön a nemzet, a templom és az ország. És azt olvastam, hogy Gábriel, aki a jövendőléseket közölte Dániel profétával, de nem csak hanem minden esetben, ha arra gondolunk, amikor Jézus születése volt, akkor is Gábriel jelent meg Józsefnek, és beszélgetett vele, hogy ne féljen magához venni Máriát, hanem a gyermek, aki születik, az Istentől születik is, nevezzék nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűnéből. Tehát Gábriel volt mindenüttől a proféciát, meg kellett magyarázni, hogy eljött az ideje a beteljesedésnek. Így elment Gábriel a berzsa fejedelemhez is, hogy befolyásolja, hogy most haza kellene engedni az izrael népét, annak ellenére, hogy a, az ellenség, mert itt lényegében átlátunk a dolgokon, itt már annyira nyílt a küzdelem, hogy bele lehet látni a küzdelem mélységében, hogy tulajdonképpen sátán és Krisztus közötti nagy harc forgott kockán, sátánnak is megvoltak az eszközei, akin keresztül ne akarta akadályozni Isten tervét, hogy ahogy Isten előre megírhatta a proféciában, mint előre megírt történelmet, az ne úgy történjen meg. Nem, akar, nem akarta, hogy hazaengedje Izrael népét. Gábriel pedig arra befolyásolta volna a perzsa fejedelmet, hogy eljött a profécia beteljesenések az ideje, és engedje haza őket. És arról tesz bizonyságot Gábriel, hogy Mihály az egyike az előkelő fejedelmetnek eljöve segítségemre, és ott maradik a perzsa királyoknál. Ezt mondja az angyal Dánielnek hogy volt valaki, aki segítségemre sietett is, és mégis a nagy baj el lett hárítva, és befolyásolva lett a perzsa uralkodó, hogy engedje el Izrael népét. Még egyszer megjelenik ez a, ez a szemlélő, ez, a, ez a, szemléleti kép a Szentírásban, ugyanitt a tizedik fejezetének, a 21. versében, az az utolsó versében. De megjelentettem néked, ami fel van jegyed az igazság írásában, és senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály a ti fejedelmetek. Hát te azt mondod, hogy talán eddig nem hallottál róla, miről beszél a Szentírás. Először is szeretném azt még jegyezni, hogy Istennél nincs kényszer. Isten hat rejánk, azt mondja, az ő jósága is megtérésre indít bennünket, és ha nem elégséges az Isten jósága, amely körülvez bennünket a megtérésre, akkor Isten ítéletei is érnek bennünket. Abból a célból, hogy Istenhez forduljunk, és könyörögjünk úgy, hogy könyörgött Dániel is segítségért. Mert kockán forgott a nemzetének a jövője. És Isten nem kényszerítette a percs a fejedelmet sem. Habár Istennek nem volna nehéz az, hogy áthúzza az emberi történelmet egyetlen tolvonással, de Isten megengedi azt, hogy hogy átlátható legyen a gonosz szándéka, és érezhető legyen az isteni beavatkozás, és is a, a nemzetek vagy a történelem e, életében, az emberek életében látható legyen Isten közbelépése, és azzal fejezi be, hogy kétszer is említi Mihályt, a ti aki segítségemre sietett. Hát azt mondod, hogy egy kicsit ismeretlen ez a fogalom, de én szeretném bővíteni egy kicsit ezt a fogalmat, mert nem csak itt az egy helyen beszél arról, hanem gondoljunk arra, hogy a Judás levelében, a 9. versében úgy is nevezi, hogy Mihály, vitatkozott Jézus Krisztussal a Mózes teste felett, hogy az övé magainak tartotta, mert védkezett Mózes, és Jézus azt mondta, a dorgány meg az úr téged eseten, vagy nem tűzből kikapott üszöké ez. Mikor vitatkozott Jézus Krisztus, Mihály, aki arkangyalnak is van nevezve. Tehát a Bibliában többször is van ezen a néven megnevezve hogy Mihály. Tulajdonképpen miért van egy ilyen neve Jézusnak a sok név között is? Mert ha arra gondolunk, hogy Ézsás profétánál csak egyetlen igeversbe vele van sűrűsítve, vagy hat neveje Jézusnak, hogy nevezik őt a gyermeket, aki születik, és azt mondja, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Tehát több néven szerepel Jézus, és itt Mihály néven szerepel, ami azt jelenteni a minnyelvünkön, hogy ki olyan, mint ő, vagy aki olyan, mint ő. Kicsoda, az a nagy ő, amilyen az Isten. Tehát a világ mindenségben, aki olyan, mint ő, az Mihály, a mi fejedelmünk, Jézus Krisztus. Talán ennyit, és engedjétek egy igeverset is olvassak, hogy van egy ilyen bemutatkozása, a Józsé könyvében is találunk az 5. fejezetében egy ilyen leírást, és így olvasom a leírásban a 13. versétől, Józsé könyvé, 5. fejezet 13. versétől. Lőn pedig, mikor Józsé Jerikóban Jerikónál vala mert az ő szemét, és látta, hogy ime egy férfi áll vala előtte, mesztelen karddal kezében is egy József, és mondané ki, közülünk való vagy éte, vagy az ellenség közül. Az pedig mondta, nem mert én az úr seregének a fejedelme vagyok. Most jöttem, és leborul a Józsi a földre arccal, és meghajtál magát, és mondanéki, mit szól az én uram az ő szolgájának és mond az úr a seregek fejedelme, Józsefnek oldalt és arra idat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz, és úgy cselekedik Józsué. Testvéreim, nem véletlenül van a nagy küzdelemben megemlítve mindig, amikor nagy bajról beszél az íge, hogy kezdje a tizedik fejezetét. Elég nagy bajnak nézett az ki, hogy leár a proféciai idő, amelyről Jeremiás proféda beszélt, és mégis nem mehet haza Izrael népe befolyásolja a sejten. Isten nem kényszerít, de befolyásolni akar bennünket a jóra. És minden üzenet, amit hallunk, ami van, az lényegében nem más, mint Isten részéről egy meghívás, hogy ne engedjünk a gonosz erőinek, mert tönkreceszi az életünket, hanem engedjünk annak, aki olyan, mint ő, Jézus Krisztusnak. Hát el kell mondanom azt, hogy az a bemutatkozása Józsué előtt Jézus Krisztusnak, Épeg idejében jött az is úgy, mint most, amikor épeg azért bőtölt és imádkozott Dániel proféta, hogy a profécia teljesedjen be, és Isten engedje haza az ő népét, és segítse meg Isten, hogy haza tudjanak menni. És mikor közbelépett Jézus Krisztus, befolyásolta a perzsa fejedelmet, akkor kiadta a parancsot, és Épeg ez a parancskiadás, ami történt Artaxerszes részéről, hogy kiadja a parancsot, és a Jeruzsálem újraépítése való szózat keletkezésétől számította a profécia, amelyben benne volt Izrael népének is a története, Jeruzsálemnek is a sorsa, és ez aggasztotta a Dániel profétát, hogy vajon hogy fog kibontakozni a történelem, ki lesz a győszes. Hát Jézus úgy mutatkozik be Józsejnál, mint aki, mint aki egy hatalmas harcos, mint aki, akinek a kezében látott egy, egy kivett kardot, és úgy állt meg kivon karddal József előtt. Miért volt szükség erre Józsefnek is? Miért volt szükség arra Dánielnek is, hogy ez a jelenet elvonuljon előtte? Azért, mert akkor József egy nagy harcát ölt állott Jerikónak a bevétele előtt is. Nem tudta, hogy hogy alkossa meg a frontot, hogy juthatnak el a győzelemre. És azt olvassuk, hogy a mennyi seregek fejedelme Jézus Krisztus nem passzívan nézi a mi küzdelmünket, problémáinkat, hanem megjelent Józsén, aki is kioktatta őt, hogy Isten szerint hogy lehet eljutni a győzelemre. És érdekes, hogy az Isten által adott utasítás az sem erőszakot gyakorló, hanem más módszereket használ Isten a győzelemhez. Nézzük meg, hogy oktatta ki Józsuét például a mennyei seregek fejedelme, mert azért ment el hozzá. Józsué nem aludt egész éjjel, más, nap kellett volna bevenni Jerikót, és kiment a táboron kívül is, imádkozott, és ott jelent meg neki Jézus Krisztus a mennyei seregek fejedelme, mert ő az, és elmagyarázta neki azt, hogy hogy kell, mit kell tennie a győzelemhez. Amúgy le is van írva a Szentírásban, hogy nem kell tegyenek, nem kell harcoljanak, hanem a papok menjenek elől, és járják körbe Jerikó falait, azt a hatalmas, vastag falat, amelyre házat lehetett építeni, hiszen a parázna asszony ráhámnak a háza erre a falra volt építve. És higgyenek Isten ígéretében, és járják körbe egy hétig, minden nap a falat, a hetedik napon belül hétszer kerüljék meg. És, és összedőlnek Jerikó falai. Hogy dőltek össze? Hát azt mondhatjuk, hogy a nép hite döntötte porba ezeket a hatalmas falakat. Így van, a nép hite hozzájárult, de nem a nép kellett összedöntse ezt, hanem a mennyei seregek fejedelme, aki kioktatta Józsét, parancsolt az ő angyalainak, és szétdobták a falakat egyik pillanatról a másikra, összeomlott a fal. Jerikó amúgy, most már nem csak Dánielnek a gondja, és nem csak Dánielnek jelent nagy bajt, hanem Jerikó előképe a világ végső pusztulásának is. És ez is nagy bajról beszél. Ahogy összedőlt Jerikó fal, amikor körüljárták a papok, és, és, és kiáltottak az úr nevében, akkor összeomlottak a falak, de egyház nem dölt össze a falon. Ott a fa megmaradt, ahol volt a parázza asszonynak a háza. És elolvassuk a történetet, a ház tele volt emberekkel, mert azt mondta Isten, gyűjtse oda azokat, akik hisznek az Isten ígéretében, hogy ő meg tudta nyitni a Vöröstengert népe előtt is száraz lábbal átvezetni, és mannával tudja táplálni az ő népét, hogy Istennek van hatalma és ereje arra, hogy kézérintés nélkül, emberi kézérintés nélkül, összedüljön a fal, csak kell kövessék az Isten utasítását, a mennyei seregek fejedelmének az utasítását. Akiről Dániel proféta beszél, hogy elment a perzsa fejedelemhez, Mihály a mi nagy fejedelmünk, és úgy mutat rá Dánielnek, hogy a mi fejedelmünk az emberi családnak is különösképpen fejedelme, nem csak a mennyei seregeknek fejedelme hanem a mi fejedelmünk is, mert mi Jézus nélkül sohasem tudtuk volna megszabadulni a bűn rabságából. Jézus a Golgatai kereszten, mint a mennyi és seregek fejedelme, azáltal, hogy lefizette válságunk árát, megnyitotta a visszavezető útat az elveszített édenben, ezért mondta Jézus, akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Örvendhetünk annak a szabadságnak, hogy Jézus ott is eredménnyel járt Jerikónál kioktatva a népet, és Isten népe győzelemre jutott, és győzelemre jutott a perzsa fejedelemnél is. Amikor Jézus közbelépett, akkor a perzsa fejedelem eldöntötte a jó befolyásra, hogy hazenged Izrael népét, és a nagy baj elhárult. Talán eddig a történelmi része. Van még egy gondolat benne, ezen kívül, amit szeretnék megosztani veletek is, amit nagyon fontosnak tartok. Úgy olvasom az igében, a 11. versében, és a 19. versében, a 10. fejezet 11. vers és 19. versében. Azt olvasom, így szólítja meg az Isten. Az a hatalmas férfi, akit látott látomásban, amikor felemelte szemét, gyolcsba öltözve derekán ufázi aranyjal, és olyan volt a szeme, a tekintete, mint a villámlás és a hangja, mint a sok népek vagy a jelenések könyve mondja ugyanezt a képet, mint sok vizek zúgása. És így szólította meg Dánielt, és mondanékem, Dániel, te kedves férfi vagy. A 19. versében megismételi, és mondja, ne félj, te kedves férfiú, békesség veled. Hogy kedves valaki, hát arra az emberre szokták mondani, hogy kedves, aki, aki megértő, aki alázatos, aki meghallgat másokat, aki bátorítani tud másokat, aki nem lázadozik, aki nem siránkozik, hanem tud mosolyogni, tud örvendeni annak a kegyelemnek, a Jeremiás próféta még amikor a kútba dobták is, akkor is így kiáltott fel a síralmi könyv a harmadik fejezetében, hogy csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Milyen az, aki Isten előtt kedves? Hát először is engedjétek, hogy ezt a gondolatot egy kicsit mélyítsem el, mert úgy gondolom, hogy a tizedik fejezetnek rejánk nézve, azon kívül, hogy ő nem csak az izrael népének volt segítője, hogy otthonra találjon, hanem úgy, ahogy mondtam, amikor összedőlnek Jerikó falai, ez a világ összeomlik, akkor Jézus magához veszi azokat, akik bíztak az ő ígéretében és az ő szabadításában. <kül> hogy nekem is elmondhassa Isten azt, hogy te kedves férfi vagy. Először a Zsoltárok könyvéből szeretnék olvasni egy képet. Természetesen ez a kép is Jézus Krisztusról beszél Mihályról, a mennyi a seregek fejedelméről. Mert ha van valami szép, és van valami nemes, és ha van valami jó, azért mondja az Isten igéje, Pál Apostol által a zsidókölyét levelében, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőre Jézusra. Ezért mondja Jézus, jöjjetek én hozzám, és tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok. Jézustól lehet megtanulni a szeretetet, a kedvességet, a jóságot, a türelmet, és azt a sok szép erényt, amit felsorakoztat Isten igéje, tulajdonképpen egy Jézusról készült fénykép az egy más formában, amit Pálapostól a Korintus velekezélt első a 13. fejezetében elmond, hogy a szeretet az nem irigykedik, a szeretet az nem haragszik, az nem képmutató, az nem kérkedő, az nem kevés, az nem rágalmazó, a szeretet az mindent eltűr, mindent elfedez, minden szeret, mindent remél. Azért írja le ezeket, ezeket mind Jézustól lehet megtanulni. Hiszen Jézus tanított minket arra, ha valaki, Átkozz vagy kerget titeket, imádkozzatok azért. Őtőle lehet megtanulni a kedvességet. És nézzétek, hogy írt előre a jövendől és Jézusról, mielőtt Jézus még eljött volna a mi földünkre, hogy emberi testet öltsön. Úgy olvasom az igében a Zsoltárok könyve 45. fejezet 3. 7. és 8. versében. Szebb, szebb vagy az ember fiainál. Kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Hetedik vers. Trónod, ó Isten, örökké való. Igazságodnak pálcája, a te királyságodnak pálcája mert a királyi jogar ugye egy pálca volt, a királyi jogar, és sokszor ez a pálca nem az igazságot szentesítette a földi királyok uralkodók életében, hanem a hamisságot. És azt mondja Jézusról, hogy Jézusról, a jövendelése, te királyi pálcád az igazságnak pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társait fölött téged. Micsoda a gyönyörű leírás ez. Micsoda kolosszális megfogalmazás ez, Jézusról szóló jövendőlés. Szebb, szebb vagy az ember fiainál. Mert ha nem tud kedves lenni valaki, hiába való a szépség. De azt mondja, hogy kedvesség, nem csak szép vagy, és bölcsolom van az énekek énekekben, és azt mondja, hogy olyan vagy te, a virágok között, mint a lilium a tövisek között. Annyira kiválik. És hogy milyen volt az ő beszéde, arról még az ellensége is azt a hitvallást tették, akiket elküldtek a farizások, hogy kénkedjenek Jézus után, akkor visszamentek azért, hogy vigyék fogva Jézust, ő hozzá, hogy megfeszítsék. Azt mondták, az, hát hol van Jézus, nem hoztátok is. Azt mondták az emberek, hogy soha embert úgy még nem hallottunk beszélni, ahogy Jézus beszélt. Miért? Mert az ő beszéde az kedves volt. Na és ez a kedvesség miben jut kifejezésre? Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Amikor azt mondja Isten Dániel profétának, hogy te kedves férfiú vagy. Miért volt kedves? Azért, mert szerette az igazságot, a becsületességet, a tisztaságot, és gyűlölte a korrupciót, gyűlölte a hamisságot, gyűlölte az erőszakot, ami uralkodott az akkori társadalomban is. Dániel nem sodorta ez az áradat magával, hanem úgy, hogy tanulmányoztuk ő, ő tiszta benne semmi hibát nem kapta még ellenségei sem. De Isten is úgy jellemzi őt, mint aki kedves, mint ahogy mondtam, hogy nagyon sok mindenben előképe volt az Úr Jézus Krisztusnak, akiről olvastam, hogy kedvesség ömledez az ő ajkáról. És a kedvesség az nem azt jelenti, hogy mindenbe beleegyezünk. Nem azt jelenti, hogy megalkuvók vagyunk. Nem azt jelenti, hogy ha valaki rosszul csinált, akkor mondjam azt, hogy jól csináltad. A jót azt jónak mondja, még élete árán is. A rosszat pedig rossznak mondja ki, még akkor is a vérével kell megpecsételje. A kedves embert ez jellemzi. Jézust már születésénél fogva így jellemzi az Isten ígéje Lukács evangéliuma második fejezetének az 52. versében és a gyermek Jézus növekedik, testének állapotában, lélekben, értelemben, és Isten és emberek iránt való kedvességben. Tehát Jézus születésétől kezdve magán hordta ezt a bélyeget, és elismeri Isten ígéje, hogy kedves volt mindenkihez, Isten és emberek iránt való kedvességében. Ha még mondjuk ez sem volna elég letisztázni azt, hogy ha én kedves ember akarok lenni, nem az emberek előtt főképpen, elsősorban azt hogy a Pál arra kell törekednünk, hogy Isten előtt becsületesen megálljunk, és Isten jelentse ki rólunk azt, hogy kedves férfiú. Olvasok még egy bibliai történetben, mielőtt befejezném ezt az elmérkedést a királyok Másodikunkban, 18. fejezetében olvasom az igét a harmadik versétől a hetedik versig. Ugyancsak a kedvességgel kapcsolatosan. Azt mondja, is, kedves dolgot cselekedék az Úr személy előtt, amint az ő atya Dávid cselekedte volt. Ő rontotta le a magaslatokat, ahol a voltak felállítva, törte össze az oszlopokat, és vágta ki az aserákat, a bálványimádás helyeit, és törte össze az érszkígyót is, amelyet Mózes csinált, mert már tömjéneztek, és nem az Istentől várták a szabadítást és a gyógyulást, mert annak idején Mózes idejében, aki föltekintett, az meggyógyult a kígyó marásától, hanem már később ez bárványá lett, és bárványként és összetörte. Egyedül az Úrban, Izrael Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Juda minden királyai között sem, azok között, akik előtte voltak. Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajolt tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt vala. És vele volt az Úr mindenütt, és ahová csak ment, előmenetele volt, és elszakadt azt írja a királyától, akinek addig adófizetője volt. Ez a király, akiről olvastam, Isten bizonyságot tett, ezékiás király, egy istenfélő király. És az ő életét is úgy összegezi, mint a Dániel életét, Isten igéje, hogy kedves dolgot cselekedett az Úr szemeiben. És mi volt ez a kedves dolog? Hogy nem alkodott meg a bűnnel, nem alkodott meg a bárványimádással, nem voltak bárványai, kárhoztatta az Istenen kívüli bárványimádást. És azt olvasom, ennek az volt az eredménye, minden útjában bízott az Istenben. És ha elolvassuk oda az ezt a történetet, ajánlom elolvasni. Lássátok meg, hogy itt is Isten segítségére sietett az ilyen embernek. Nem kellett még egy kardot sem felemelni Izrael népének. Isten megadta a győzelmet, mert ő benne bízott. Felmérő a kérdés. Akarok-e én ilyen kedves lenni? akarom én azt, hogy Isten előtt kedvet találjak. Mert hogy kedves valaki az Úr előtt, az egyenlő, tudjátok mivel? Az örök élettel és az üdvösséggel. Aki nem kedves az Úr előtt, az, aki nem cselekszi az ő akaratát. Itt azt olvastam, hogy azért volt kedves férfiú, mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajolt tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyet az Úr Mózes által adott. Maga Jézus Máté Evangélium a 27. fejezetének a 21. versében mondja. Mert nem mindenki, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, menjen be a mennyeknek országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az a kedves Isten előtt, mert Istennek országa nem beszédben áll, hanem erőben és életben, cselekedetben. Isten fel akar készíteni bennünket, és ha azt mondaná valaki erre, hát jó ez egy elmérkedésnek jó, de hát ugye én egy bűnös ember vagyok. Én nem érhetem el ezt a szintet, nem juthatok el erre a lelki magaslatra. Testvérem, barátom, hadd mondjam neked azt el, hogy azért van megírva a bibliai történet, hogy ahogy Dániel proféta, vagy Ezékiás király, vagy Jézus, akiről föl van jegyezve, hogy kedvesség ömletett az ajkairól, ez nem lehetetlen. Ez megvalósítható természetesen nem emberi erőlködésnek az eredménye ez, hanem Isten áldott szent lelkének az eredménye, aki meg tudja teremni az életünkben azokat a gyümölcsöket, amelyeket Pál a Galatai levélben felsorakoztat. A lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, kedvesség mértékletesség. Én teszem bele azt, hogy kedvesség, mert a jóságnak bizonyos alkotó eleme a kedvesség. Az a vágyam, hogy ebből a történetből legyen két stabilitásunk, két biztos alapunk. Az egyik, amit megtanulhatunk belőle, úgy nézett ki a tizedik fejezetben, Dániel is úgy látta, hogy az Isten által adott jövendőlés, késlekedik, és sátánnak sikerül áthúzni Isten tervét. Nem sikerült. Megjelent Jézus Krisztus, és ami lehetetlen volt még a mennyi angyal számára is, Jézus befolyásolta a perzsa fejedelmet, és hazengedte az ő népét, mert vigyáz Isten az ő ígére, hogy amit előre megíratott, az pontosan beteljesedjen. A mi számunkra pedig, az már csak történelem. De viszont a Jerikó története nem csak történelem, hanem megismétlődő történelem. Amikor Jézus Krisztus újból megtanít minket a győzelemre. Hogy lehet győzni? Le kell vetni a sarunkat. Azt mondta Józsinak, ez az első, amit mondott Józsinak, kioktatta, vesd le a te saruidat, mert szent a helyen, amelyen állasz. Tudjátok testvéreim, mit jelent ez a mi nyelvezetünkre lefordítva? Azt jelenti, hogy ahol Isten mond valamit, ahol van egy megírott íge, hogy így szól az Úr, ott nincs helye az emberi okoskodásoknak, véleményeknek, nincs helye. Ott le kell vesd a sarudat, azt jelenti, hogy mondj le minden olyan elméletről, amire nem tudsz rámutatni az életedben, hogy megvan írva. Istennek kell engedni először, mondta Péter apostol, nem az embereknek. Kérd ki az Isten tanácsát, az Isten véleményét, és ne tarts magadnál bárványokat, hanem rombold össze a bárványokat amit Ezékeás király is tett, startsd tisztán az életedet, mert el lehet jutni erre az, erre az álláspontra, erre a magaslatra, újból hangsúlyozom, nem erőnk belül, hanem Jézus Krisztus által, Mihály által, aki olyan, mint Isten, aki minden hatalom menjen is földön és meg tudta szabadítani, győzelemre tudta vezetni az ő népét a történelemben. Erről beszél a Dániel könyve. Az a mi életünket is győzelemre tudja vezetni. Imádkozom azért, hogy Isten váltsa -ve drága ígéretét is. Tartozzunk mi is azok közé, a kedveltek közé, akiknek a manapon tudja majd mondani, jöjetek atyámnak áldottai. Ehhez pedig nem csak annyit kell tennünk, hogy Uram, Uram, hanem rá kell lépni a tettek mezejére, a cselekvés mezejére, rá kell lépni Jézus nyomdokára, és cselekedni az ő akaratát. Imádkozunk ezért, mielőtt azonban imádkozásra hívnál a titeket. Meghívlak a következő alkalomra is, a 11. fejezet tanulmányozására, amelyben egy összefoglalót találunk az eddig látottak és elmondottak alapján, amit az első fejezettől egész végig összefoglal Isten igéje a látomásokban. A 11. fejezet azzal foglalkozik. Kérjük Istent, hogy tartozunk az értelmesek közé, akik előtt nem egy bepecsételt könyv, a Dániel könyve, hanem egy olyan könyv, amely felkészít bennünket az ővel való találkozásra. Utolsó gondolatként imádkozunk azért, hogy teljesen tudjuk magunkévá tenni azt a szót is, Sengén a fülünkben, az élet minden veszélyei között, viszontagságai között, amit mondott Jánosnak Jézus Krisztus, mikor meglátotta a Pátmos szigetén, és amit mondott Dánielnek, ne félj, mert én veled vagyok. Imádkozzunk ezért. Hálásak vagyunk azért, hogy a mi atyánk az az Isten, aki teremtette az eget és a földet, aki a végtelen kozmoszt, világ mindenséget, nem csak megteremtette, hanem annak törvényeket szabott, és fenntartja a világ mindenséget. S a világ mindenségben ezt a kis fekete pontot, a mi földünket, amely Isten ellen lázadt, mert engedtünk őszüleinkben, sátánnak is rabszolgái lettünk a bűnnek, hogy elküldte Jézus Krisztust, aki olyan, mint ő, aki legyen a mi segítségünkre hogy a rabszolgasságból, a bűn rabszolgasságából jussunk el oda, ami erre Isten minket teremtett, mert ő minket a teremtés koronájává teremtett. És hiszem azt, hogy mindazok, akik engednek néki, beteljesíti azt az ígéretét, hogy újból dicsőség koronái leszünk az Úr kezében, és Isteni fejdísz az ő kezében. Segíts Istenünk, hogy a Te ígédnek legyen átütő ereje az életünkben. Jusson el a szívünkig, a lelkünkig, és változtassa meg érzelmi világunkat, gondolatainkat, életszemléletünket, és oszlassa el félelmünket, és ajándékozzon meg egy erős hittel, amelyel belegyökerezünk Isten ígéreteiben. Mindezt üdvözítünk, drága Jézusunknak, szent nevében kértük tőled, Atyánk, köszönjük, hogy meghallgattál. Dicsőítünk ezért, mind örökre. Amen. Amen. Ahogy már említettem is, ha úgy éreztük magunkat, mint Mária, amikor Jézus lábához leült és hallgatta az igéjét, tudom sokat dolgotok, de most Isten egy kis szünetet, egy kis megállt parancsolt, és hadd értékeljük mi is át Jézus szavát, amit akkor mondott az ugolódó testvére Márta. Mi nem látod az én testvérem, nem dolgozik, hanem leül és hallgatja a te beszédedet. És azt mondta Jézus Márta, dicséretes dolog, amit te vézel, Szép dolog, ezt is tenni kell, sokra igyekezel, a vendéget szeretni, fogadni kell, de egy a szükséges dolog. És ezt nem te választottad most, hanem Mária. Én kívánom azt, hogy tapasztaljátok meg, és ha megtapasztaltátok, hogy Isten igéje körül milyen jó lenni, akkor adjuk tovább ezt az üzenetet. Van lehetőség ma, a mai technikával, hogy megosszuk az örömhírt másokkal is szeretteinkkel, hogy mi is azok között lehessünk, akikben Isten nem csak elkezdte, hanem be tudja fejezni a megváltás munkáját. Szívemből kívánom ez az imám. Amen.